készülnek a brit elhárítók, mert úgy gondolják, hogy egyes terrorista csoportok a londoni olimpia idejére terveznek támadásokat. Ezzel együtt megígérték, hogy London nem lesz könnyű célpont a játékok idején. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő a vendégem, jó reggelt kívánok! Hihetetlen feladat lehet ez egyébként, mert gondolom nem elég csak az olimpiai létesítményeket megvédeni, pedig nyilván az se könnyű, de az egész várost, sőt, ha úgy vesszük, akkor az egész országot, vagy annak ezt a kiemelt régióját kell védeni és felkészíteni a terrorista támadások fokozott veszélyére. Ez hogyan lehet ezt megtenni? Ez így van, hát ez a munka nem most kezdődött, tehát igazán amikor kiderült, hogy Londonban lesz 2012-ben az olimpia, ez ugye sok-sok évvel, 4 évvel ezelőtt, vagy 4 vagy 5 évvel ezelőtt derült ki, akkor igenis elkezdődött az a fajta felkészülés, aminek keretében egy kockázatanalízist végzett Nagy-Britannia. Egyrészt azért tudni kell, hogy Nagy-Britannia azon országok közé tartozik, amelynek saját terror szervezete, tehát ugye az ír köztársasági hadsereggel ők nagyon komolyan harcban állnak, annak ellenére, hogy csendesedtek azért ezek a szélsőséges mozgalmak. Tehát itt legalább annyira kell tartani az írektől, mint az alkaidától? Én azt gondolom, hogy kevésbé már, de nyilvánvalóan Nagy-Britanniának komoly múltja van, most idézőjelben ezt a komoly múltat az ilyenfajta terrorcselekményekre való felkészülés szempontjából. Ez egyik oldalról jó, hiszen ezeknek a szervezeteknek van egyfajta múltja, tapasztalata, amin keresztül tényleg gyorsan rá tudtak erre a dologra pörögni. A másik oldalról, hogy azért folyamatosan ez a kockázatanalízis azt mutatta, hogy az iszlám dzsihadista mozgalmak azért nagyon-nagyon komolyan erősödtek az utóbbi években. Ha megnézzük azért például Észak-Afrikában az alaptavasznak a következményei Európában most érkeznek, nagyon komoly anarchista, szélsőséges mozgalmak vannak Európában, magányos merénylők, tehát az ilyen Breivik-féle elmebetegek, akik valamilyen vélt vagy valós indítékkal nagyon komoly támadásokat indítanak. Tehát változott a terrorhelyzete Európában, és mondjuk például az Al-Qaida Osama Bin Laden halála után milyen állapotban van? Szétesett állapotban van, tehát azért ez a hírekben nem jön annyira át, de azt kell, hogy mondjam, hogy tavaly május óta majd minden hónapban a NATO, vagy pedig az Egyesült Államok speciális erői egy-egy Al-Qaida vezetőt vagy elfogtak, vagy megöltek. Tehát Osama Bin Laden halála óta több mint 1 tucatnyi Al-Qaida vezetőt kapcsoltak ki az Al-Qaida rendszerében. Ez mondjuk ilyen szempontból, mint hogy London olimpia és terrorizmus inkább jó hír, vagy pedig veszélyes is lehet, hogy ez egy olyan kétségbeesett helyzetben, hogyha ez egy teljes kifejezés lévő hálózat, terrorszervezet, amelyik most elképzelhető, hogy nagyon meg akarja mutatni. Nézze, igen, tudnak valamit még. Ennek van egy ilyenfajta kettős hatása, tehát ez így van. Tehát egyik oldalról a szervezettségük azért meggyengül, de a másik oldalról pontosan egy terrorszervezetnek az, hogy kommunikációs értelemben meg tudja mutatni magát, egy ilyenfajta rendezvénysorozat abszolút kapóra jöhet. Én azt gondolom, hogy ezzel Nagy-Britanniában számolnak. És mit tudnak tenni? Mert mondjuk, hogy egy olimpiai létesítménynél repülőtérhez hasonló biztonsági előírásokat vezetnek be, ezt nyilatkozták is az illetékesek. Ezt értem, valószínűleg ez a könnyebbik része kontrollálni, hogy egy stadionba kimegy be, és mit vihet magával. Így van. Hogy lehet azt megakadályozni, hogy magányos vagy csoportos őrültek vagy terroristák az utcán valahol a fővárosban, vagy a környékén robbantsanak? Nehezen. Pontosan ezért mondom azt, hogy ha ez a munka most kezdődne, akkor ez majd, hogy nem a lehetetlen kategória lenne. Minden egyes terrorelhárítással foglalkozó szervezet több évtizedben mérhetően végzi a tevékenységét, folyamatosan szűri azokat az elmebetegeket, pszichés zavarban szenvedő embereket, akik ilyen agresszív támadást végrehajthatnak. Folyamatosan végzik azt a fajta ellenőrzést, aminek keretében nézik, hogy kik azok a kritikus személyek olyan kapcsolattal rendelkezve, akik ne adj Isten terrorszervezetekhez köthetők. Ha ez nincs, tehát egy ilyenfajta előkészítő tevékenység, akkor nagyon-nagyon komoly hátránnyal indulnak, de ismét mondom, Nagy-Britannia ilyen szempontból komoly múlttal rendelkezik, és ott évtizedek óta ezeket a dolgokat figyelik. Tehát mondjuk, hogy most ne legyek kifejezetten politikailag korrekt, minden londoni mecsetbe beépült 3 titkos rendőr az utóbbi 4 évben, és mindenhová, ahol feltételezhető, hogy verbúválás, vagy valamilyen fajta terrorizmushoz köthető tevékenység zajlik? Szerintem nem az utóbbi 4 évben.
Tehát Értem, csak hogy mondta, hogy az utóbbi 4-5 évben fokozottan odafigyeltek erre. Persze ez korábban is, mondjuk, ha más nem, a londoni metró merénylet óta nyilván nagyon is a napirenden van. Így van. De így van. Hát akkor ez most fog ilyen értelemben csúcsra járni. Azt mondta egyébként ezzel kapcsolatban a londoni titkosszolgálat, az MI5 főnöke, hogy míg az ezt megelőző években az ő tevékenységük 75%-a valamilyen módon Pakisztánhoz és Afganisztánhoz kötődött, most ez inkább csak 50. Ez mit jelent, hogy a másik 50%-ba kik érkeztek, akik újak ezen a területen? Mert az írek ugye már korábban is jelen voltak, talán nem hangsúlyosabban azóta. Ahogy előbb is említettem, tehát megváltozott Európa biztonságpolitikai helyzete, és nagyon komolyan ezek a szélsőséges anarchista mozgalmak, amelyeknek nincsenek iszlamista gyökerei, komoly támadásokat készítettek és készítenek elő. Ennek egy ilyen kicsúcsosodott formátuma volt a Breivik-féle támadás, ahol ugye több mint 70 ember halt meg. Ez most egy nagyon komoly biztonságpolitikai problémája Európának. De milyen típusú csoportok lehetnek még ezen a jelenségen belül, akik esetleg most Londonban akarják megmutatni magukat? Mondok egy konkrét példát. Például Nagy-Britanniában egy futballklubhoz egy huligánista csoport nagyon komolyan egy extrém irányba elindult, és Németországban is verbuvált tagokat, és abszolút hihetetlen szélső jobboldali tevékenységet folytatnak, amiben a fegyveres támadások is benne vannak. Például tavaly nyáron az egyik ilyen csoportjuk volt, aki a londoni zavargásokban szervezőként jelent meg, ez azóta kiderült. Tehát ilyenfajta európai, tehát még egyszer mondom, nem afgán, nem pakisztáni, nem iszlamista mozgalom, hanem abszolút európai és adott esetben brit csoportokra kell számítani. Köszönöm szépen, hogy segített megismernünk egy kicsit ezt a területet. Híradó következik, és aztán várjuk Önöket vissza.